Ne fogd a sárt. Ballag már eltér. Hirtelen szüntem hírtévé, de hír 24? Igen. Jöttek a vérszagra, mi? Mert 2012. május 20-a van, és ez az 500. heti. Elköszön a műsor a nézőktől, és én optimista vagyok egyébként hosszú távon, de a 500. adás ez egyben a műsor temetése is. Mit gondol, miért került ilyen helyzetbe a heti hetes? Ezt tőlem kérdezi. Hát én mit tudok magának kell mondani, nem én intézkedem, hát én egy egyszerű beosztott vagyok, hívnak, jövök, aztán megyek, ennyi. Ez egy olyan adás, mint az előző 499 volt, nem különösebben. Az fura érzés volt, hogy lehet, hogy a Jóisten se tudja, hogy mikor jövök legközelebb errefele. Az fura volt egy kicsit, na megmondom őszintén. 13 évesek vagyunk, ami ugye teknősnek gyerekkor, kutyának az időskori éveit jelenti, az aranyfölcsömmel már döbölött egy pár éve. 13 évig tartó műsor. Már igazán nem szégyenkezhet. A televíziózás pedig nem az örökké valóságnak szól, az egy pillanat műfaj, műsorok jönnek, mennek, úgyhogy bármennyire is fájó nekünk, vagy rosszul esik, vagy anyagilag nehezen érint minket, ezt tudomásul kell venni. Az elmúlt 13 év alatt 500 órát töltöttek velünk a nézőink, ez megfelel egy 3 hetes szabadság. Az elkövetkező 13 évben az utcán leszünk látható. Mobil, ilyen mobil műsorok lesznek. A hajósnak a hegedi tokba kell dobni a pénzt. Nekem elég betenni a zsebem. Nem az a baj, hogy ennek van vége, hanem az, hogy ez mit jelent, az a baj. Az a baj, hogy ez egy olyan ponton van vége, amikor nincs más fórum, ahol fontos dolgokat el lehetne mondani. És egyre kevesebb van, és ez végtelenül szomorú. És azok mind passzéra vannak rakva, ami van, az is. Bármilyen jobboldali kormánynak nagyon örülök, amely tiszteletben tartja a szabadságot, amelyik minél több embernek biztosít viszonylag nyugodt életet, nem harcol állandóan. A 3 hetes szabadságnak is vége, és a szabadságnak vége, a Covid a szabadságnak. Szabadság belül van. Ott belül az a nagy űr. 13 évig a testvéremé váltak ezek az emberek, és nehezen tudom elképzelni az életemet nélkülük. Bele se gondolok. Ebből a fecske. De jó játék. Ebből a heti hetes. Hát csak egy kézzel. A rajongó nézők e-mailjei kivétel nélkül politikai okokat vélnek felfedezni. Én ezt cáfolnám, ez egy szubjektív megérzés. Nem hiszem, hogy politikai indítatásról volna értelme beszélni, nem azért, mintha nem lehetne mögöttem, mert biztos nem szeretnek minket, nem hiszem, hogy ennyire fontosak volnánk, nem hiszem, hogy most és így kellene minket elintézni. Közben meg mindennek az ellenkezőjét is hallom időnként, és láttam én már karom varnyút, úgyhogy ez az a világ, amiben szerintem én ebben nem ártom magam. A felegek ott vannak, bár most tiszta az ég, úgyhogy azok ott vannak mindig. Ennél diplomatikusan már nem tudok lenni. Ez sem nem lesz a Kukut Rádió sem. De miért nem értik? A játékszín megmarad. A játékszín se akarnak. A épületnek. Se akarnak. Ez olyan szép születésnapja lesz az Orbán Viktornak tényleg. Mikor van? Most. Május 30. Na jó, te meg vagy hívva, de mit csináljunk mi? Optimista vagyok a hosszú távban, hogy egy véleményműsor az nem hal el. Annak lennie kell, talán majd, ha a válság kicsikét oldódik, akkor oldódnak ezek a gazdasági megkötések is, ami a csatornát is sújtja, de nem csak őket, minden vonalon találkozunk ezzel. Mindazonáltal azt javaslom, hogy maradjanak itt a műsor végéig. Ebben a pillanatban azt a hírt kaptam, hogy az RTL Klub vezetése azt a döntést hozta, hogy 2012. októberében a heti hetes az 501. adásával az RTL 2 képernyőjén ismét ott lesz.
Köszönöm!